A Fidelitas mezőtúri szervezete idén is megrendezi hagyományos karácsonyi jótékonysági gyűjtését. A témával kapcsolatban Szűcs Dániel tartott sajtótájékoztatót a közösségi házban. Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Szeretném felhívni a figyelmet a televízión keresztül, hogy a Fidelitas mezőtúri szervezete idén is megszervezi a mezőtúri jótékonysági gyűjtését, karácsonyi jótékonysági gyűjtését, amelyet a mezőtúri hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezünk immár több év óta. A korábbi évekről elmondható, hogy igen sikeres volt a gyűjtésünk, ugyanis több mint 100 családnak tudtunk segítséget nyújtani az elmúlt években, így egyértelmű volt, hogy idén is szeretnénk ezt a törekvésünket, ezt a segítségi felhívásunkat folytatni, és ezáltal segíteni minél több mezőtúri hátrányos helyzetű rászoruló gyermeknek, és egyben családjuknak is. Idén 2016. december 15-ig van lehetőség a felajánlásoknak a leadására. Főként gyermekjátékokat, könyveket és tartós élelmiszereket várunk. A leadási helyszínek a közösségi ház portája, a főiskolának a portája, valamint a mezőtúri Fidesz iroda. Kérném, hogy mindenféleképpen nézzék meg a Facebookon, mezőtúri vidékében, illetve itt a televízióban is látható plakátunkat. Ezen megtalálhatóak még egyszer a pontos leadási helyek, valamint az időpontok is, hogy ezen belül mikor lehet ezeket a felajánlásokat leadni. Célunk nem más, mint hogy azoknak a családoknak segítséget nyújtsunk, akiknek az előző években is hál' Istennek tudtunk segíteni, valamint olyan családoknak is tudjunk segíteni most idén karácsonykor, akiket esetleg az elmúlt években nem tudtunk megszólítani. Ebben mindenféleképpen segítségünkre lesz a mezőtúri általános iskoláknak a vezetői, az óvoda vezetője, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a vezetői, illetve kolléganői. Az elmúlt években is az ő segítségüket, tapasztalatukat kértük abban, hogy kik azok a gyermekek, kik azok a családok, akik rászorulnak arra, hogy segítsünk rajtuk. Ez idén sem lesz másként. Az ő segítségüket már kikértük, illetve több helyről még folyamatban van a neveknek, címeknek a bekérése, és ezeknek a gyerekeknek szeretnénk minél több segítséget nyújtani. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy idén gyermekjátékokat, könyveket, valamint tartós élelmiszereket szeretnénk átnyújtani ezeknek a gyermekeknek, illetve családoknak. Én kérném, hogy aki teheti, az elmúlt években is segített, vagy idén úgy döntene, hogy szeretne a kezdeményezésünkhöz csatlakozni, azt tegye meg. 2016. december 15-ig az elmondott helyszíneken ezt megteheti. Én kérném, hogy segítsünk együtt a mezőtúri hátrányos helyzetű gyermekeknek. Köszönöm szépen!